Mintha egy 12 órás rádióműsor minden szereplője megelevenedett volna, majd 150 előadó lépett fel egymás után ugyanarra a színpadra, hogy hálás közönségét megajándékozza. DJ Dominik pedig egy kamionnyi játék mellett örülhetett annak, hogy hívószavára megmozdult a könnyű zenei élet apraja nagyja. Alfától az Omegáig, pontosabban szólva az Apollo 23-tól Zalatnai Saroltáig. Vajon hogyan fér meg 150 különböző stílusú előadók Szellő Istvánnal kiegészülve egy koncerten belül? Íme a közös nevező. És a színpadon a DJ Dominik! És a lemezlovas 17. Monstre partia. Domina Sterkóban készülődnek a bestiák, Kocsis Tibi autogramokat oszt, Ele Junior pedig Chris Rudival vitatja meg az élet nagy kérdéseit, például Michael Jackson zenéjét. És most megölelik, akit szeretünk, nem baj, ha ott van mellettünk. Mindannyian Várkonyi Attila jótékonysági koncertjére jöttek. A belépő mindössze egy tetszőleges ajándék volt, amit aztán a szervezők olyan helyre juttatnak el, ahol igazán szükség van rá. Bulizni tudunk és tudunk segíteni másokon. Itt nagyon szépen összegyűltek, jöttek, hozták az élelmiszert, a ruhát. A körcsarnok egyik termében egy teherautóra való adomány gyűlt össze, sőt a koncert alatt is folyamatosan jöttek a felajánlások. Minden évben csinálom ezt a koncertet, 17 éve. Az a lényege, hogy jó szándékú embereket összegyűjtünk, és elhozzák az ajándékokat, és ami még fontosabb, ide hívok árva, fogyatékos, gyermekotthonban élő, nagycsaládos fiatalokat és felnőtteket, és zenélnek nekik a barátaink. Időközben Szellő István is befutott, a műsorvezető kisfia is hozott ajándékot. Pisti, picit feljebb jössz. Akkor áll a nő. Megígértem neki, amikor hívott, hogy mindenféleképpen eljövök, hogyha ma lesz időm. És így a híradó után aztán lett is annyi időm, hogy a kisfiammal Ádámmal be tudtunk ide nézni. Őt érdeklik a fellépők, meg hozott is játékokat, ajándékokat a gyerekeknek. Közös fotózások és vége láthatatlan dedikálás, miközben DJ Dominik a CD között válogat. Az az én helyem, most a diszkoszpult mögött az az igazság, ott kérdem a legjobban magam. Várkonyi Attila a 90-es évek elején még rádiózott. Ekkor történt a 31 áldozatot követelő szajoli vonatkatasztrófa. A baleset sérültjeinek megsegítésére szervezett először segélykoncertet, azóta pedig nem akarta megtörni a hagyományt. Hadd nézzek egy pacit! Nem volt olyan zenész Magyarországon, aki azt mondta volna, hogy nem jön el. Több mint 80 formáció, több mint 150 ember lépett föl. Az est fénypontjai egyértelműen az X-faktor sztárjai voltak. Egy nemes ügy mellé állni, az mindig egy jó dolog szerintem. Amennyire erőmből telik, én el szoktam ezeket vállalni. Az Apollo 23-nak különösen fontos volt ez a nap, mert itt mutatták be legújabb dalukat. Aminek címe I Run To You. És egy szerelmes szám, de mégis pörgős, úgyhogy nagyon izgulunk mi is, hogy minden jól süljön el. De a vastag testvéreknek is fontos volt az este, mert hosszú idő után végre együtt énekelhettek. Többnyire külön-külön szoktunk felépni. Ez a mai nap annyira jó sikerült, hogy egy közös képen meg is örökítettük, és anyukánknak el is küldtük egyébként, mert nagyon kevésszer adatik meg ez a lehetőség. Olyan ez, mint egy rádió. Ott is van régebbi dal és újabb dal. Az a fontos, hogy mindenki minden zenét ismert, táncolt, bulizott 12 órán keresztül.